Hölgyeim, uraim, kedves fiatal tudósok! Amióta ember él a Földön, természetes vágya, hogy megismerje a Teremtőt és a teremtett világot, a láthatót, a láthatatlant, megértse a természet működését, a kémia fontosságát, törvényszerűségeit, kitágítsa a létünkről alkotott gondolatok határait, és ezáltal újabb és újabb felfedezéseket tegyen. Ennek köszönhetően a tudomány állandóan fejlődik, ismereteink napról napra gyarapodnak, így az életünk ezen keresztül is folyamatosan változik. Ahogy gyarapodnak ismereteink, bővülnek az ismeretlenek, a felfedezésre, megismerésre váró dolgok is. Minden új felfedezés, minden új tudományos vízmány egyben megmutat egy újabb területet, amiről semmit, vagy csak igen keveset tudunk. Ez a világ az ismeretlen, a kutatás világa. Az elmúlt év szeptemberében kezdeményezésemre az Emberi Erőforrások Minisztériuma az Oktatási Hivatallal közösen tudományos vetélkedőt hirdetett meg a jelenlegi határaikon belül és azon túl élő 11-12. Évfolyamos magyar diákok számára. A verseny nagyon magas színvonalon zajlott, amelyre 684 diák jelentkezett. A verseny kiváló lehetőséget biztosította tehetséges, szorgalmas, elhivatott középiskolások számára, bizonyíthatták a kémia területén való jártasságukat, kiemelkedő tudásukat. Az volt a szándékunk, hogy a diákok rálépjenek arra az útra, amelyen nagy elődeikhez hasonlóan a kémia területén maradandót, vagy legalábbis emlékezeteset alkothatnak. A versenyen az ifjú tudósok bizonyították, hogy átfogó ismeretekkel rendelkeznek a fenntartható vegyiparról és szélesebb értelemben a világról. Felelősen gondolkodnak, egyéni megoldásokat is felvetnek a 21. század égető problémáira. Ilyen az éghajlatváltozás, és ilyen a nyersanyag szükségletek biztosítása. A nyitott, érdeklődő és kiváló probléma megoldó képességi diákok láttán biztos remélhetjük, hogy a hazai tudományosság újabb sikereket tud elérni a széndioxid csökkentésében, vagy akár az energiatermelés és energiatárolás területén. Nem lehetetlen, hogy közülük fog kikerülni a zéró emissziós vegyipari termelés feltalálója, kidolgozója. A kémia határterületein és a kémia történetében is otthonosan mozogtak, és nagy magabiztossággal válaszoltak a periódusos rendszer ismertebb és kevésbé ismert elemeiről, például a kémia és az orvostudomány határterületeinek érintkezéséről. Kedves fiatal barátaim! Arra kérem Önöket, hogy a továbbiakban is az eddig eredményekhez vezető szorgalommal tanuljanak, kövessék tanáraik és szüleik iránymutatását, és soha ne felejtjék el, hogy mi a tudomány és az Önök valódi célja. Önök az élő bizonyítékai annak, hogy a magyar tudománynak nem csak páratlanul gazdag múltja van, hanem jövője is. Köszönöm Önöknek a példamutatást, gratulálok Önöknek, további tanulmányaikhoz, kutatásaikhoz sok sikert kívánok a jövőben. Köszönöm szépen!
Ez az Ifjú Tudósok döntője. A stúdióban a műsorvezető Morvai Noémi. Tudásvágyban gazdag szép napot kívánok Önöknek, kedves nézőink! Ez az Oktatási Hivatal tudományos vetélkedője, annak is kémia döntőjéhez érkeztünk. Elképesztő napokon, sőt elképesztő heteken vagyunk túl, hiszen a jövő ifjú tehetségei harmadik hete bizonyítják országvilág előtt, hogy a tudás, a tudomány igenis trendi, érdekes és nem utolsó sorban értékes, csak úgy, mint maguk a versenyzők. Jöjjenek a döntősök! Gondoljunk bele, mi történne, hogyha egy gonosz varázsló gonosz varázslatot bocsátana a világra, ami egy pillanat alatt eltöntetné az összes foszforatomot, minden egyes apró kis, minden izotóp típusát. Mi történne velünk? Első dolog az lenne, hogy holtan hullanánk össze, hogy minden egyes sejtünk kipukkan, ahogy foszfatid membrányuk szinte eltűnik. Miklós, aki nem ismeri személyesen, az tényleg olyannak gondolná, hogy ez otthon hazamegy és csak tanul. És az a durva, hogy én nem tudom, hogy csinálja, de ő nem ilyen. Tehát, hogy ő mindig velünk van a suliban, a szünetekben poénkodik, suli után, ha van valami, jön velünk kondizni, jön velünk D&D-zni, játszani. Az igazság, hogy itt mindenki viszonylag sokat tanul, hogy hát okosnak mondható szerintem a társaság, és Miklós csak közülünk is kiemelkedő, és én például ezért ilyen tisztelem őt. Teljesen más világ volt így stúdió körülmények között versenyezni. Azt tapasztaltam, hogy nagyon lámpalázas voltam az elején, és kisé kapkodós, izgága, viszont most már sokkal nyugodtabbnak érzem magam, és természetesebbnek érzem, hogy hát kamerák előtt vagyok. A folyadék az ugye a bróm, és a gáz az ugye lehet akár a klór és a fluor is. Köszönjük szépen, Miki megfejtése tökéletes volt. Szerintem most, hogy már egy kicsit tapasztaltabb vagyok, tudok majd jól teljesíteni a döntőn is. Már nektek van rutinotok a versenyzésben, nekünk meg vannak elvárásaink. És a várakozásunk az, hogy nagyon izgalmas lesz a verseny kettőtök között. Harmadik osztályos volt általános iskolában, amikor a tanítónénie elment nyugdíjba. És mindenki ez volt egy utolsó szava vagy mondata, tehát minden gyerekhez személyre szabottan, és Mikinek azt mondta, hogy rólad még hallani fog a világ. És ez ma is visszacseng. Nagyon szépen köszönöm a támogatást, és remélem, hogy egy izgalmas döntőnek nézünk elébe. Szia, Miki! Isten hozott egy elődöntőt és egy középdöntőt követően, ahol természetesen győzedelmeskedtél, most itt állsz a döntőben. Te belül hogy élted meg ezt az utat? Hát úgy fogalmaznék, hogy talán ez a középiskolai versenyzői karrieremnek egy ilyen csúcspontja. Soha nem voltam még ilyen kaliberű, ilyen típusú versenyen, és nagyon-nagyon örülök, hogy most itt lehetek a döntőben. Változott-e valami benned a kémiát illetően? Akár lelkesedés, akár tudásvágy, bármi, megítélés, hozzáállás, bármi más terén? Hát, hogyha a lelkesedést nézzük, hogyha a végtelent megszorozunk kettővel, az még mindig végtelen lesz, szóval nem sokat változott. A lelkesedésem nőtt, és amit nagyon jól tudtam gyakorolni a versenyen, az, hogy kritikus szemmel tudjak tekinteni hétköznapi problémákra, és azt nagyon jól meg tudjam közelíteni kémiás szemszöggel. Ha legyen úgy. Köszönöm szépen, Miki. Nagyon sok sikert kívánok neked, és természetesen Lucienne-nek is, hiszen csatlakozik hozzánk itt a döntőben. Kisebb túlzással, de 0-24-ben a labor területén tartózkodok és folyamatosan gondolkodok valamit. Emiatt sokak számára tényleg egy olyan fals kép alakulhat ki bennük, hogy én kizárólag kémia orientált vagyok. Nem tudom, hogy szavakkal le tudom-e írni azt az örömöt, ami azzal jár, hogy most végül itt lehetek a ifjú tudósok döntőjében. '28-26-ra, Lucienne, a te személyedben hirdetek győztest, gratulálok szívből! Van tétje. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nincs. Viszont tapasztalata érkeztem már ide, így megpróbálom a lehető legkönnyedebben venni. És ez egy játék természetesen élvezni.
mindent meg fogok tenni, hogy a lehető legtöbbet kihozzam a helyzetből. Zsűritársaim azt mondták nektek, hogy ez sokkal nehezebb lesz, mint az elődöntő. Egy picit megijesztettek szerintem benneteket. Én azonban azt mondom nektek, hogy igazuk van. Isten hozott Lucien itt a döntőben. Melyek voltak a legemlékezetesebb pillanatok számodra? Hát amikor rájöttem, hogy orrontottam el azt a bizonyos titrálást, amit elrontottam, az egy banális hiba volt, így abból talán okulni szakmailag nem lehet. Meg kell ilyenkor nyugodni, akármilyen új szituáció van, ebben még fejlődnöm kell, ezt tudom jól. És vannak-e kabalák esetleg, amelyek segítenek egy ilyen helyzetben megnyugodni? Természetesen. A nagyszerű víztartalékom mellett elhelyeztem egy erre a célra szolgáló zoknit. Zoknit? Igen, amit az egyik barátomtól kaptam. És az a különlegessége, hogy bár sosem viselem, de nagyon különleges, hiszen kedvenc vegyületeim és kedvenc lombikjaim és kémcsöveim találhatók. Hogy választ az ember magának kedvenc vegyületet? Kedvenc vegyületet választani nagyon egyszerű. Bármilyen szempontból lehet, bármilyen hatás alapján vagy szerkezet alapján is megtetszhet egy vegyület. Miki, neked is van kedvenc vegyületed? Igen, nagy szentgyörgyi rajongó vagyok, szóval az aszkorbinsav egy igazi favorit. És neked is van itt valami az asztalon, ami majd segít? Így van. Hoztam magammal egy kitűzőt, a szokásosat, illetve most már két kockát tettem ki az asztalomra, mert dupla szerencsére lesz szükségem Lucien ellen. Köszöntjük a zsűrit, Isten hozta önöket. Ezúttal is itt van velünk dr. Viskolc Béla egyetemi tanár, 2015-től a Miskolci Egyetem Kémiai Intézetének igazgatója, a Kerpeli Antal Anyagtudományi Doktori Iskola Kémiai Folyamatok és Technológiák alprogramjának vezetője, elméleti kutatásaival a molekuláris információtárolás és öregedés problémáit kívánja megérteni. Alapító professzora a Miskolci Egyetem vegyészmérnök alap- és mesterképzésének, nevéhez fűződik a személyre szabott vegyészmérnök képzési modell kialakítása és bevezetése. Nagyon szépen köszönöm. Az asztalatokon van egy ilyen fekete füzet, és azon a kérésem, hogy emeljétek föl, és alatta találjátok, nem ott, alatta találjátok az én jó kívánságomat. Ó, kis meglepetés. Hajrá, hajrá. Köszönjük szépen. Itt van velünk dr. Gelencsér András, levegőkémikus, akadémikus, a Pannon Egyetem rektora, a Magyar Tudományos Akadémia Pannon Egyetemen működő levegőkémiai kutatócsoportjának vezetője. A légkörben lebegő parányi részecskékkel foglalkozik, főleg az égésből származó széntartalmú részecskékkel, amelyekről angol nyelvű könyve is megjelent. Számos hazai és nemzetközi kutatási program, köztük az Éghajlatváltozás Nemzeti Laboratórium szakmai vezetője is. Kimagasló eredményeiért Magyar Érdemrend Tiszti Kereszt kitüntetésben részesült, és akadémiai díjat kapott. Én is üdvözöllek benneteket, nagyon sok szép pillanatot szereztetek nekünk itt a zsűriben a verseny során, és most izgatottan várjuk, hogy milyen új élményekkel fogtok bennünket gazdagítani. Mindkettőtöknek nagyon sok sikert kívánok ehhez az izgalmasnak ígérkező döntőhöz. Köszönjük szépen! Zagyi Péter gimnáziumi tanár 2002-ben kezdett tanítani a budapesti Németh László gimnáziumban. Oktatási tevékenysége mellett szerepet vállal kémia versenyek szervezésében, az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny Kémia Bizottságának ügyvezető elnöke. Közel egy évtizede a nagymúltú középiskolai kémiai lapok főszerkesztője és feladatkészítője. Szakmai munkájának elismeréseként 2018-ban Magyar Kémia Oktatásért díjat kapott. Köszöntöm a versenyzőket. Ha kinyitjátok a kis füzeteteket a legelső oldalon, akkor ott nem találtok semmit, de nagyon-nagyon sok sikert kívánok nektek, és higgyétek el, nem tudtok veszíteni. Legrosszabb esetben is egy ezüstérmet akasztunk majd a nyakatokba. Kezdjünk egy olyan feladattal, amelyet mindenki jól ismer, és talán szeret is, ez a gyorsuló. Itt most gyorsnak kell lenni. Igyekszünk. Úgyhogy szükségetek lesz arra a bizonyos nyomógombra, ott a pult elején, közepén, és hogyha úgy érzitek, hogy az információ átadás közben már biztos tudás, illetve válasz birtokában vagytok, akkor nyugodtan nyomjátok meg a gombot, a kisfilmet, a hangot, vagy esetleg magamat is képes vagyok akkor leállítani, hogy hallgassunk titeket.
Jöjjön az első feladat. Ebben egy anyagot kell azonosítani, néhány jellemző tulajdonságát, illetve kémiai reakcióját halljátok majd. Kezeket a gombra. Melyik ez az anyag? Halvány kék színű szilárd anyag. Melegítés hatására előbb kék színű folyadékká olvad, majd felforr, és színtelen, szagtalan gáz képződik. Az olvadt anyagba égő magnéziumot mártva, az hevesen tovább ég. Ugyancsak tovább ég a folyadékba mártott fapálca. A film elkészítését a szilárd anyag előállításához szükséges, igen alacsony hőmérséklet, -219 Celsius fok akadályozta meg. Miki. Oxigén. Ez az oxigén. Így van. Két pont jár Mikinek. És a következő feladvány mindkettőtöknek. Egy országot keresünk. Ki kell találnotok, hogy melyik ez az ország. Legnagyobb folyójáról, egy tartományáról és egy városáról is neveztek el kémiai elemet. Erről az országról kapta nevét a Mendelejev által megjósolt és ekaszilíciumnak nevezett elem. Ennek az országnak a szülötte a kémiai Nobel-díj második díjazottja. Lucien. Ez a germánium. Melyik az ország? Németország. A helyes válasz Németország. Neked is jár a pont, 2-2. A harmadik, egyben utolsó gyorsuló feladatban felsorolok néhány gyakorlati szempontból is fontos szerves vegyületet. Közös bennük, hogy molekulájuk szénatom száma azonos. A feladat kitalálni ezt a szénatom számot. Laktobionsav, a laktóz oxidációjával keletkező karbonsav. 3. Sajnos nem, Lucien, figyelj. Mentil acetát, a mentol nevű gyűrűs monoterpén észtere, a borsmentaolaj alkotó része. Trietilcitrát, E1505 számmal, mint stabilizátor, élelmiszeripari adalékanyag. Melibióz, glükózból és galaktózból származtatható diszaharid. Szénatom számra vagyunk kíváncsiak. 13. Jelentsér, tanár úr! Arra gondoltam, hogy az oxigén az meg fog megint benneteket fogni, mert ugye nagyon rendhagyó módon indult. Ugye az oxigénre nem úgy gondolunk, hogy szilárd anyag. Tejsav, tejcukor. Igen, tudom, sajnálom, tanár úr. Sokszor benéztem már, és még sokszor befogom. Jöhet a következő feladat? Jöhet. Ezt is jól ismeritek. Tiéd a pálya. Tiéd a pálya, ez a következő feladatunk. El kellene döntenünk, ezt általában pontszámok alapján tesszük, hogy melyik őtök kezdi majd ugye a feladatot, illetve annak bemutatását, de mivel pont egyenlőség van, ezért a kőpapírolló nevű játékot hívnánk segítségül, ha benne vagytok. Forduljatok egymás felé, légy szíves. Kőpapírolló! Becsomagolja a papír a követ. Jó, akkor Miki, döntsd el, kérlek, hogy te kezded majd az előadást, vagy Lucien tegye azt. Kezdem én. Jó, akkor Miki kezdi majd. Jó. Nagyon izgalmas lesz a feladat, de hát ezt már megszokhattátok tőlünk. Kémiai titkos írást kell megfejtenetek. Felfedni, majd újra eltüntetni. De hogy pontosan miről van szó, Zagyi tanár úr elmondja. Miről lenne szó? Rejtély misztikum. Mint a Harry Potterben. Nem, annál sokkal rejtélyesebb és sokkal misztikusabb, és élőben, igaziban. Szóval titkos írással üzentünk nektek. Nem csak az a feladatotok, hogy előhívjátok a titkos írást, hanem utána még némelyiket el is kell újra tüntetni. Nagyon figyelmesen olvassátok el a feladatot, amit a tálcán találtok, és utána az lesz majd a dolgotok, hogy elmondjátok, mit csináltatok, miért csináltátok, a kémiai hátterét is bemutatjátok. Mindezt 5 percben. Köszönjük szépen a felkészülésre, lesz 15 percetek. Készen álltok? Köszönjük. Abszolút. Okay. Akkor óra indul, jó munkát nektek!
10 másodperc. Fiúk, lejárt az idő. Ez azt jelenti, hogy el kell kezdenünk a tiéd a pályajátékot. Ugye abban maradtunk, hogy Miki kezdi az előadást. Mikinek 5 perce lesz a zsűrihez beszélni. Lucien, téged arra kérlek, hogy a jegyzeteiddel együtt fáradj a pulthoz. És amíg Mikit hallgatjuk, addig vedd fel kérlek a fejhallgatót. Jó a hangerő? Jó lesz, oké. Miki, parancsolj, tiéd a pálya, van 5 perced. Tanár úrak, nagyon elmés, de gonosz feladatot találtak ki nekünk. Elvégre a részszófátot, aminek kristályvizes formája vagy oldat formája kék színű, kék papírra tették, hogy véletlenül se legyen könnyű dolgunk. Minden esetre találtam megoldást a mindkét titkos írás előhívására. Az első esetben káliumjodidot spricceltem a részszófátos papírra, ekkor egy sötét színű rézjodid csapadék jelezte a részszófátos titkos írásnak a helyét. Ezután ezt káliummetabiszulfitot használva, a káliummetabiszulfitot egyébként borként is, borként is szokták emlegetni, mivel a borok derítésére használják, illetve a bomlásakor keletkező kén-dioxid fertőtlenítő szereppel bír. Ebben az esetben egy kiváló redukáló szerként ez nekünk visszaredukálta a rész 2 ionjainkat szintelen rész 1 formájukra, aminek köszönhetően eltűnt a titkos írás. Ezután pedig hidrogénperoxidot használtam ahhoz, hogy egy rézoxid csapadékot alakítsak ki a titkosírás helyén. Ez alkalommal is szintén kálium-metabiszulfittal redukáltam a rész 2 iont. A nátrium-tioszulfát egy kicsit trükkösebb volt, szomorúan kellett tapasztalnom, hogy simán az ecet nem elég, ugyanis a nátrium-tioszulfát savas közegben átalakul H2S2O3, ami egy instabil kénoxosav, ezért azonnal bomlik vízre, kénre és kén-dioxidra. Itt végig legyeztem magam előtt, mert nagyon kellemetlen szaga van ugye a kén-dioxidnak. A visszamaradó kén viszont nehezen látszódott a papíron, ezért ezután kálium jodidos kezelésnek vetettem alá, hogy az redoxi reakcióban kialakuló jód legyen az, ami jelzi a titkosírás helyét. Saját módszerként visszanyúltam a válogatóhoz, ugyanis akkor találkoztunk egy titkosírási módszerrel, mégpedig a csersav és a vas 3 ionok által jelzett titkosírási módszerrel. Ennek eltüntetése is relatíve egyszerű, egy egyszerű redukálószerrel tudnánk eltüntetni a papírról a vas 3 iont, visszaredukálni vas 2-vé, ugye, hogyha megint levegőn hagyjuk, ismét vissza fog alakulni. Ilyen alkalmas redukálószer lehet például az aszkorbinsav, ami akár hasonlóan a kálium metabiszulfithoz a rész 2 ionokat, akár rész 1 ionokká is tudja redukálni. A népszerű titkosírási módszer még a citromsav, amivel képesek vagyunk a melegítés hatására előhívni. A citromnak konkrétan a leve, amivel képesek vagyunk titkos írásunkat melegítés hatására előhívni. A megjelenő jelek között én a női nem jelölésére használatos kört alatta pedig keresztet láttam, illetve egy halvány háromszög sejlett fel a tioszulfátos papíron. Ugyan amikor először láttam az első jelet, akkor arra gondoltam, hogy valószínűleg nemekre gondolnak a tanárurak, viszont az nem igazán illik a kémia versenyhez, így hát arra gondoltam, hogy a régi típusú elemjelölésekre gondolnak ezzel, ugyanis az első, még nem is a periódusos rendszerben, hanem az atomsúly táblázatokban gyakran alkalmaztak az alkimisták, vegyészek egységes, szimbolikus jelölésrendszert, ami nem a vegyel volt, hanem ilyen szimbólumok. És lejárt az időt. Köszönöm a figyelmet. Miki. Zagyi tanár úr. Amikor káliumjodidot fecskendeztél a réz szulfát oldatra, akkor nem a rézjodid csapadéknak a színét láttad. Nem a rézegyjodidét, mert redukált. Nem a rézegyjodidét, mert az fehér. Így van, nem a redoxi reakcióban jód is keletkezik, és ez jelenik meg. Bizonyám.
Bizonyám, és amikor aztán borkénnel azt redukáltad, jól mondtad, hogy az redukálószer, és redukálta is, csak nem a nem a rézegyet, hanem a jódot. Igen. No, hát összességében nagyon sok fontos és jó információ hangzott el, meg nagyon összeszedett volt ez az előadásod, gratulálok hozzá. Köszönjük szépen. Bocsánat, Noémi, most a női szimbólum jutott eszembe. Ez a réz alkimista jele, és egyben a női nem szimbóluma. A réz az kapcsolatban van egy görög istennővel, és nem is akármilyennel, nagyon szépen. Afrodité? Igen, igen, Vénusz, vagyis hát Afrodité a görög mitológiában, hát aki Ciprus szigetén született, vagy hát kelt ki a habokból, és a Kuprum, és Ciprus, és Réz, és Vénusz, és Afrodité, és nők. Köszönjük szépen, ismét tanultam valamit. Neked is, Miki? Köszönöm. Én is tanultam valamit. Nagyon jó voltál. Köszönöm. Fáradj kérlek a helyedre. Lucient megkérem, vegye le a fejhallgatót. Gyere ide ehhez a kis kerekasztalkához. Lucient, parancsolj, 5 perced lesz, tiéd a pálya. Köszönöm szépen. Nos, én a titkosírás többféleképpen oldottam meg a feladatnak megfelelően. Először a rézszulfátos típusúval kezdeném. Ebben az esetben az egyik módszerem az ismert reakción, a rész 2 reakcióján és a jodidion reakcióján alapult, ahol is ugye rész 1 jodid, illetve jód keletkezik. Ugye kálium jodid oldatot a rézszulfátos papírra fújva a jód miatt fog látszani a titkosírás. Ezt pedig eltüntetni viszonylag egyszerűen a szintén rendelkezésre álló nátrium tioszulfát oldattal tettem meg, ahol ugye tetrationátionok keletkeznek, illetve a jód visszaalakul jodidokká. Szintén a réznél maradva, ugye rendelkezésemre állt egy borszeszégő, illetve én ehhez szalalkálit, azaz ammónium karbonátot használtam. Ebben az esetben kicsit több idő ment el vele, hiszen rájöttem, hogy ahhoz a mintát be kell nedvesíteni, hogy a kihevített ammónium karbonátból fejlődött ammónia megfelelőképpen tudjon reagálni a rézzel. Ebben az esetben szépen megjelent, ugye, és kialakult a tetramin komplexe a réznek. Ezt eltüntetni pedig a következő képpen gondoltam, szintén a jodid reakcióját használtam ki. Nagy fejtörést okozott a tioszulfátos kísérlet, és megmondom őszintén, hogy nem is sikerült megfelelően elvégezni. Először ecetsavval próbáltam meg előhívni, és ugye kén és kéndioxidra bontani ezt a bizonyos tioszulfátot, de sajnos ez negatív próbát eredményezett, így ezzel nem jártam sikerrel. Azonban egy következő elméletet találtam ki, szintén a jódot felhasználva, hogy a tioszulfát jóddal reagál. Ezt a jódot, ezt elő tudjuk úgy hozni a rendelkezésre álló anyagokból, hogy káliumjodidot spriccelünk a papírra, és hidrogénperoxiddal ezt jóddá oxidáljuk. Az így oxidált jód pontosan azon a területen fog megjelenni, ahol nincs titkos írás, hiszen ahol megjelent, ott a tioszulfáttal elreagált. Köszönöm szépen, azt hiszem, hogy amit itt végrehajtottam, azt elmondtam. Kitűnő volt a rézszulfátos titkosírás előhívásának mindegyik mozzanata. Én magam is pont így gondoltam volna. Legfeljebb az ammóniásat tüntettem volna el egy kicsit egyszerűbben, egy kis egyszerűbb spricceléssel. Volt ecet, kiiktatjuk az ammóniát az ecettel, és olyan szépen elhalványodik az a tetramin komplex. Úgyhogy kémiai szempontból, vagy szakmai szempontból, ha tetszik, ez egy nagyon professzionális előadás. Gratulálok, Lucien! Kíváncsiak vagytok már nagyon a pontokra? Nagyon. Akkor halljuk Gelencsér tanár úrtól. Miklós, te nem hazudtoltad meg önmagad, a szokásos lehengerlő stílusodban adtad elő az 5 perces magánszámodat, és volt azért benne, főleg ott az első részében, a konkrétabb részében lehet azt mondani, volt egy-két pontatlanság, amit itt ugye
egy kicsit korrigálni kellett, én ezért 8 pontot adok neked. Köszönöm szépen. Zagyi tanár úr. Nagyon hasonló a véleményem a tanár úréhoz. A pontatlanságok elsősorban a konkrét szervetlen kémiai ismeretekben jelentkeztek, de tulajdonképpen mindkét titkos írást sikerült előhívnod. Az én pontszámom 6 pont. 6 pont Zagyi tanár úrtól. Miskolc tanár úr pontszámait szeretnénk. Nagyon tetszett a saját módszered, de ezek sem, tehát a saját módszer, az ötletesség, a találékonyság sem tudta ellensúlyozni azokat a bizonytalanságokat. Ennyi időskorban egyébként nyugodtan lehetsz ennyire bizonytalan, ez a legkevesebb, amit ott a részzel kapcsolatban mondtál, úgyhogy én 7 pontot javaslok. Köszönöm. Köszönjük szépen, 7 pont tehát Miskolc tanár úrtól, összesen 23 pont eddig Miklósnak. És akkor most fordítsuk meg a sorrendet, Miskolc tanár úr kezdje Lucien pontszámával. Az az igazság, hogy én próbáltam jegyzetelni, és alapvetően én, amit elmondtál, az alapján én felírtam egy reakcióegyenletet. Jó, még rendezni kellett ott egy-két dolgot utána hozzátenni, meg ilyesmi, de tökéletes volt. Tehát én azzal nagyon-nagyon meg voltam elégedve. Sajnos azzal, hogy a másik előhívásod, amit nagyon szépen beismerti, hogy az nem sikerült, én 9 pontot javasolnék. 9 pont Miskolc tanár úrtól, Zagyi tanár úr. A magyarázatok nagyon pontosak voltak, 9 pont az értékelés. Újabb 9 pont, köszönjük szépen, Gelencsér tanár úr. Én azt a tényt, hogy beismerted, hogy nem végezted el, vagy nem tudtad befejezni azt a kísérletet a második feladatnál, azt én pozitívan értékeltem, tehát én nem vontam le érte pontot, és egyébként egyetértek a zsűriben a kollégáimmal, hogy a kémiai magyarázat viszont az tűpontos volt, úgyhogy 10 pontot adok. 10 pont, a maximális 10 pont. Gratulálok, Lucien. 30-23 jelenleg az állás. Fokozzuk az izgalmakat egy eddig még nem játszott játékkal itt a kémia fordulókban. Ez lesz a pontvadász. Pontvadászban állításokat hallotok majd tőlem. 3 állításom van a számotokra. Hogyha csak egyet kell meghallgatnotok, és már tudjátok is a megoldást, az 3 pontot ér. Ha már 2-vel kell szolgálnom felétek, az 2 pontot. És hogyha mind a 3 állítást meg kell, hogy hallgassátok ahhoz, hogy tudjatok válaszolni, az 1 pontot ér. Jó? Bárhol megállíthattok engem, hogyha úgy érzitek, hogy tudjátok a megoldást. A nyomógomb segítségével tehetitek ezt meg. Ha elrontjátok, akkor már csak az ellenfél marad játékban. Kezdhetjük? Fővárosáról kémiai elemet neveztek el, bár a felfedezője nem ennek az országnak a szülötte volt. Hol járunk? Egy országot keresünk. Egyik leghíresebb tudósa állított elő először alumíniumot, alumínium-kloridból. Nevét egy mértékegység is viseli. És jöjjön az utolsó állítás, 1 pontért. Első Nobel-díjasa 1922-ben az atomok szerkezetével kapcsolatos felfedezéseiért megkapta az elismerést. Vajon melyik ez az ország? Ha nem tudjátok, akkor elárulom nektek. Ez az ország Dánia. Ezért nem tudunk pontot adni. Hogy kerül a Kopenhága meg a Hafnia? Igen. A dán szó. Havn. Kőbenhavn. Kikötő. És a hafniumot nem egy dán származású ember fedezte fel. Nem Hevesi. Ha nem Hevesi György. Köszönjük szépen, valamennyi állításra fény derült. Jöjjön akkor a következő kérdés. Egy kémikust keresünk. Vajon ki ő? Mozart feltehetően róla mintázta Tamino alakját a varázsfuvolában. Most jön egy idézet, egy levélből. A szóban forgó félfém nem antimon, mint azt Ruprecht bányatanácsos és professzor úr állítja, de nem is bizmut. Mi tehát?
Erre annál kevésbé merek válaszolni, mert nem ismerek sem olyan fémet, sem olyan félfémet, amely olyan tulajdonságokat mutatna, mint egyesek az általam vizsgáltak közül, hogy csak a kénsavval adott vörös színeződését említsem. Vajon ez a problematikus ásvány talán egy új, eddig nem ismert félfém? És egy pontért van még egy idézetünk, kortársától, Klapród berlini professzortól, így szól: jelentést tettem az erdélyi aranyércről és a benne lévő új fémről, melynek a tellúr nevet adtam. Tehát ki lehet az a kémikus, akit keresünk? Hát pont nélkül, akkor rá tudjuk vezetni a játékosokat, hogy ki lehet a megoldás? Megpróbálok rávezetni benneteket, hogy Müller Ferenc, József, a megoldás. Ez Miskolcon kötelező anyag egyébként, mert azt már kevesen tudják, hogy a Miskolci Egyetemnek az elődjén Selmecbányán tanult Müller, Franz Josef Müller, és az ő professzora volt Jacquin, aki ugye ekkoriban a professzorok egyébként bányajáradékot kaptak, általában színes fém után, és Jacquin professzornak a gyermekeinek volt a házi tanítója Mozart. És tulajdonképpen így találkozott Mozart Müller Ferenccel, és így alkotta meg Müller Ferencről Tamino alakját. Köszönjük szépen, tanár úr! Jöjjön a következő feladvány. A periódusos rendszer egyik periódusát keressük. A kérdés az, hogy hányadik periódusban találhatóak ezek a rekorder elemek. 3 pontért. Itt található a legkisebb rendszámú olyan elem, amelynek nincs stabil izotópja. Miki. 5. periódus, és ez a technécium. Valóban ez az 5. periódus. 3 ponttal gazdagabb lettél. 4. kérdés jön, aminek érdekes lesz a nyelvezete, ezért nagyon kell figyelnetek, jó? Hangot hallunk majd. Melyik vegyületről szól ez a 19. század elejéről szóló leírás? Zödlő gyulacsavanyos hugyanyt, 2 rész égetett mésszel összetöltvén, légalakban fejlik ki, melyet higanyon keresztül kell felfogni, minthogy azt a víz nagy mértékben, s hirtelen benyeli. Egy rész víz 670 rész íj nemű leget vehet fel. Ammónia. Igen, ez az ammónia. Ismét 3 pont. Mikinek 30-29 jelenleg az állás. Szépen ledolgoztad azt a bizonyos 7 pontos hátrányt. Az utolsó pontvadász feladatban felsorolok nektek néhány szerves vegyületet, amelyeknek szénatom száma azonos. Ki kell találni ezt a szénatom számot? Koffein, a központi idegrendszer egy hatékony stimulánsa. Hogyha egy szénatom, az a kérdés? Igen, szénatom számot keresünk. Lucien. 7 szénatom. Sajnos nem pontos. 2 pontért dietil tartarát, egy természetben is előforduló észter. Pillanat, számolgatok. Mondhatod? 10. Sajnos nem. Miskolc tanár úr, úgy sikerült ez a feladat, ahogy várta? Egy picit több kávét kéne talán inni, és akkor ez a 7-8, a múltkor volt a 12-13, tehát tulajdonképpen plusz-minusz egyel általában eltaláljátok ezeket a szénatom számokat, tehát alapvetően ez majdnem jó, de egy picit kisebb szórással kéne csinálni, tehát egynél kisebb legyen a szórás, úgyhogy... De azt hiszem, hogy több ilyen feladat talán már nem lesz. Vagy akartok még egy ilyet? Ugye nem? De ami most jön, olyan még nem volt. És nem csak azért izgalmas, mert ez a mindent eldöntő kör lesz, 30-29-es rendkívül szoros állásnál, hanem azért is, mert itt beszélgethettek majd a zsűrivel is, és egymással is, vitába is bocsátkozhattok. Egy kerekasztal beszélgetés bontakozik majd ki itt a stúdióban, a szemünk és fülünk hallatára. Jön az érvelő. Van nálam 4 boríték.
nagyon fontos anyagokat tartalmaznak, amelyekről a zsűri úgy gondolja, hogy az elkövetkező évtizedekben akár meg is változtathatják a világot, de hogy globális szerepük nagy, abban a zsűri egyetért. Hogy melyek ezek az anyagok, majd megtudjuk, de előtte azt szeretném kérni tőletek, hogy húzzatok egy borítékot. Először hozzád jövök, Lucien, mert neked van több pontod. A kék borítékot választotta Lucien. És a zöldet Miki. Szóval megkaptátok a borítékot, és amit a boríték rejt, azzal az anyaggal kell majd foglalkoznotok, jó? A felkészülési idő 10 perc, de kicsit bővebben Zagyi tanár úr elmondja, hogy mit várnak tőletek, mi lesz a dolgotok, parancsoljon tanár úr. Azt hiszem, hogy itt a végére nagyon komolyra fordultak a dolgok, mert egy nagyon komoly témáról van szó. Az egész versenyen végigvonul az emberiség energia gazdaságával, úgy általában az energiával kapcsolatos problémakör. Miből nyerünk energiát most és a jövőben, hogyan tudjuk ezt az energiát tárolni, ebből milyen problémák származtak eddig is és fognak származni, milyen kapcsolata van ennek a környezetünk állapotával. És ezek az anyagok, amelyek a kiadott témákban is szerepeltek, olyan értelemben változtathatják meg a világot, hogy hát akár nagy bajt is okozhatnak, és súlyos következményekkel is járhat, de akár meg is oldhatják ezeket az energiával kapcsolatos problémákat. A beszélgetés során pedig beszélgetést várunk. Szó szerint azt szeretnénk, hogy tényleg kialakuljon egyfajta vita, egy igazi kerekasztal beszélgetés. Ugye 12 perc áll majd rendelkezésre, és ennek is megvan a kötött formája. De el kéne döntened, Miki, neked, hogy majd kezdeni szeretnéd, tehát az elsőbség a tiéd legyen, vagy Lucienné a beszélgetés hát, során. Most előbb kezdtem én, akkor kezdesz most te? Te döntésed. De el szeretnék kezdeni? Igen. Jó, rendben, akkor te kezdesz. Nagyon udvariasak a fiatal emberek egymással, tehát akkor majd Lucien kezdi. Ugye? Kérlek titeket, bontsátok ki a borítékot. Lucien, először te áruld el, hogy mit rejt a boríték. Lítium. Lítium. Miki? Széndioxid. Széndioxid. Elégedettek vagytok? Bár úgy látom, hogy Miki nagyon örült volna a lítiumnak. Nem, én annak örültem, hogy nem én kaptam. Ja, hogy nem te kaptad? Na, ez is én jó. Én is úgy jó. Éreztem itt mellettem. Kiindulási pontnak jó lesz. Van 10 percetek tehát felkészülni, parancsoljatok. A verseny végén értékes nyeremények is várják az ifjú tudósokat és a döntősöket. Mutatjuk, hogy mi ez. Az ifjú tudós cím birtokosa nem csak egy gyönyörű üvegplasztikát kap kézhez, hanem 100 felvételi pontot is beválthat majd tovább tanulásához. 50 felvételi pont illeti a verseny második helyezettjét, és 25-25 plusz pont jár a két bronzérmesnek. Ezen kívül értékes utazási lehetőségek 200, 150 és 100 ezer forint értékben, egy elektronikai áruház utalványai 60, 40, valamint 30 ezer forint értékben, az oktatási hivatal ajándékai, és egy egészen különleges oklevél, amely láthatatlan tintával íródott. 10 másodpercetek maradt még a felkészülésre. 5. A következő 12 percben tehát egy kerekasztal beszélgetésnek lehetünk szem- és fültanúi, amelynek moderálására Zagyi tanár urat kérem föl, és arra is, hogy ismertesse a játékosokkal, a versenyzőkkel, hogy mindennek formai kerete hogyan kell kinézzen. Parancsoljanak! Tehát Lucien, te fogod kezdeni a kerekasztal beszélgetést. 3 perced lesz arra, hogy a saját témádról, tehát a lítiumról és annak a említett szempontok szerinti vonatkozásairól beszélj, és utána a következő 3 percben pedig erről szeretnénk egy kicsit vitatkozni, kérdéseket feltenni, újabb aspektusokat fölvetni, ami után ez a 3 perc ismét letelt, Miki következik a széndioxid témakörével, voltak hozzá alkérdések is, ahogy a tiédhez is, szóval tudjuk, hogy pontosan mi mindent kell érinteni, és aztán a 3 perc letelte után ismét egy kis vita, egy kis
beszélgetés következik. Kezdhetem? Köszönöm szépen. Az én kék borítékom a lítiumot rejtette, mint anyagot. Azt a lítiumot, ami a versenyen már előkerült egy gyorsuló kérdés során, akkor sajnos nagy bánatomra. Azonban ez az elem úgy tűnik, hogy valóban megváltoztathatja a világot, valamilyen aspektusból legalábbis biztosan. Jelenleg azonban ennek ellenére nem létezik olyan sok felhasználása, induljunk ki például abból, hogy különösebb biológiai szerepe nem ismert, ezen kívül például a hadipar hasznosítja a hidrid, lítium-hidridet egyfajta robbanószerként, modern puskaportnak is nevezhetjük. Azonban mégis, ha lítiumra gondolunk, akkor mindenki a lítium akkumulátorokról kezd el beszélni, hiszen mégiscsak ez a legnagyobb energia problémára vonatkozik, amivel jelenleg szembe kell néznünk. De miért is ennyire fontosak ezek a galván elemek, illetve esetünkben ugye egy energiatárolására alkalmas akkumulátor? Tulajdonképpen jelenleg nagy mennyiségben kezdték el, tehát tömeggyártása kezdődött az elektromos autóknak, amiben jelenleg nem túl korszerű módon ezt a lítium akkumulátort építik bele, egészen egyszerűen azért, mert nincs ennél jobb technológia. A másik eset pedig a megújuló energia kérdése, ahol sokszor találkozunk a megújuló energia hátrányaként, azzal a kifejezése mondjuk a fosszilissel szemben, hogy nem kiegyensúlyozott a termelés, és ezt a kiegyensúlyozást kompenzálhatná az energia megfelelő tárolása. És ugye ez ebből a szempontból lehet fontos az akkumulátor kérdése, mint a probléma sarokköve. Szintén a verseny során már említésre került, hogy összeállítottak egy olyan periódusos rendszert, ami a veszélyeztetett anyagok listáját tartalmazza. Meglepődve tapasztaltam, hogy a lítiumot is felsorolták ezek között, mint kismértékben veszélyeztetett elem, amennyiben megnő rá a kereslet. Jelenleg valóban nagy rá a kereslet, azonban vélekedésem és több utánolvasás után is az a megfontolás volt számomra szimpatikus, hogy mint tudjuk, ezekben az akkumulátorokban található interkalációs vegyületekben a katód, bizonyos kobalt vegyületek is részt vesznek, ahol is ugye a lítium redukciója folyik. Na most ez a kobalt, ez viszont a lítiumhoz képest úgy gondolom, hogy sokkal a veszélyeztetettebb elem, és egyébként ezt alátámasztja ez a periódusos rendszer is, nem csak a megnövekedett kereslet esetén, valóban nagy probléma alakulhat ki vele. A másik probléma, amit még gyakran hallunk a lítium akkumulátor esetén, az pedig az elektrolitnak a tűzveszélyessége, a robbanékonysága. És az idő éppen le is pergett. Először téged kérdezlek, Miki, neked milyen észrevételeid vannak ezzel kapcsolatban? Lucien nagyon jól összefoglalt gyakorlatilag mindent. Nagyon könnyű elem, tehát hogyha hidrogénre, héliumra gondolunk, az az univerzum nagyon nagy részét alkotja, mert könnyű elemek. Viszont a lítium az miért sokkal ritkább náluk? Még a Földön is, és így általánosságban az univerzumban erről hallottál-e? Részben talán megválaszoltam az előadásomban még rögtön a legelején, amikor azt mondtam, hogy például biológiai vonatkozása a lítiumnak nem igazán ismert. Tehát ebből én azt feltételezem, hogyha eznek a világ biológiájában nincsen jelentős szerepe, akkor nem is található meg nagy mennyiségben a földkérekben. Az, hogy biológiai szerepe az nincsen, azt hát így részben vitatnám, úgy általánosságban nem szerepel a lítium sem az állandó, sem a változó biogén elemek között, viszont ha jól tudom, mániás depressziós betegségek kezelésére lítium-karbonát tablettákat alkalmaznak. Professzor urak, igen, valami az egyéb? Energia sűrűséget kérdezném meg, hogy viszonyul a lítium akkumulátor energia sűrűsége mondjuk akár az ólom akkumulátorhoz, vagy mondjuk a gázolajhoz képest mennyivel van benne? Az ólom akkumulátorhoz képest én úgy tudom, hogy mindenképpen sűrűbb, illetve nagyobb az energia sűrűsége. Tulajdonképpen ez teszi azt lehetővé, hogy a úgymond modernnek számító gépjármű gyártásban már hátrányt szenvedjen az ólom akkumulátorhoz képest. Mennyi az ólom akkumulátoroknak az újrahasznosítási tényezője most körülbelül egy ólom akkumulátor? Gyakorlatilag 100%. 98% körülbelül. És a lítium akkumulátoroknál a kutatások szerint jelenleg hol tartunk? Újrahasznosíthatóság szempontjából.
Hát mindenképpen sokkal rosszabb az újrahasznosítható. 80% jelen pillanatban, nagyon-nagyon alacsony az érték. Nagyon köszönjük. Köszönjük szépen. Nagyon rövid ez az idő, olyan sokat lehetne még beszélgetni, de most Miki, a te 3 percet fog elindulni, és a széndioxid a tém. Nos, a széndioxid szerintem talán a legismertebb globális problémák közé tartozik anyagi szempontból. Ha belegondolunk abba, hogy azóta, hogy az élet feltalálta a fotoszintézis, csökkenő tendenciában volt a légkörben a széndioxidnak a mennyisége, hogy egyre nagyobb mennyiségű széndioxidot használtak fel a szerves anyag kialakítására, illetve később ez elkarbonátosodott egy része ennek a széndioxidnak. Hatalmas mennyiségű szén lépett ki a légkörből, és évmilliókig ez a tendencia volt követhető. Ahogy jött az ipari forradalom, megfordult a tendencia, és egyre nagyobb mennyiségű széndioxid szabadult fel a légkörben, és egy kaszkád folyamatot indított el. Nagyon sok tényezője van a széndioxid problémának, én csak néhányat szeretnék említeni. Ugye a széndioxid, mint tudjuk, egy üvegházhatású gáz, és emiatt nagyon jól meg tudja tartani a légkörünkben a hőt. Ahogy melegszik a légkör, melegednek mondjuk az óceánok pedig talán a legnagyobb szivattyúi pillanatnyilag a széndioxidnak, ugyanis a hideg ugye jobban oldja a gázokat, ahogy melegednek, egyre több széndioxid szabadul ki, ahogy egyre több széndioxid szabadul ki, egyre jobban melegszik a légkörünk. Nagyon sokféle megoldás, egy ötletek születtek arra, hogy hogyan lehetne kezelni ezt a problémát. Egy nem elégséges, többre van szükségünk. Ilyen ötlet például az, hogy lepumpáljuk a széndioxid gázt a mélybe, miután például kiürültek a földgáz lelőhelyek. Például vannak olyan kőzetrétegek, amik nagyon jól meg tudják tartani az ilyen gázokat. Oláh György ötlete volt a metanol gazdaság kialakítása, ami alapanyagként használná fel a széndioxidot. Illetve ezentúl hallottam olyan ötletet, hogy azt a széndioxid mennyiséget, amit a cementgyártás során megtermelnek, egy cég azzal foglalkozik, hogy ezt a széndioxidot bepumpálja az általuk előállított cementbe. Tartóságot ígérnek, ezért remélhetőleg évtizedekig nem is fog eltűnni, és lejárt az időm. Köszönöm a figyelmet. Köszönjük szépen. Ismét van 3 percünk arra, hogy beszélgessünk erről. Elsőként téged kérdezlek, Hüsszén, neked milyen észrevételeid vannak, vagy kiegészítéseid, kérdéseid, Mikihez? A most meglévő széndioxidot tudnánk-e valahogy csökkenteni a légkörben, és ha már csökkentjük, akkor föl tudjuk-e használni valami olyan célra, ami hosszú távon mondjuk körkörös gazdaságot segíti? Hát erre az egyik példa a metanol gazdaság, ami még... Hát ugye eléggé kísérleti fázisban van, ez ugye hidrogént használ fel ahhoz, hogy a széndioxidot metanollá égesse el, és a metanol kiválóan felhasználható például üzemanyagként az bioetanolhoz hasonlóan. A tudatosabb életmód, az ökológiai lábnyom csökkentése is nagyban hozzájárulhat a széndioxid produkció csökkentéséhez. Vannak még olyan ötletek, hogy egyéb szerves anyagokká alakítsák a széndioxidot. Ilyen ötlet például nemrég olvastam arról, hogy előállítottak egy mesterséges levelet, ami mesterséges fotoszintézist hoz létre azáltal, hogy különleges elektródok segítségével formiát ionnál képes redukálni a széndioxidot. Nagyon fontos kérdésem lenne. Az egyik, az nagyon érdekesen mondtad az elején, hogy csökkenő tendencia van a széndioxid koncentrációban. Azért ez nem egészen így van. Hogyha egy picit hosszabbra nyújtjuk ezt az időskálát, akkor egy állandó fluktuáció volt a széndioxid koncentrációban. Igen, vannak olyan korok, amikor a biológiai rendszereknek volt idejük ehhez alkalmazkodni, amikor nagyon nagy méretűek voltak a növények, amikor magas volt a széndioxid koncentráció. Ezt csak meg akartam jegyezni. Mennyi most a széndioxid koncentráció körülbelül a légkörben? Egy százaléknál sokkal kisebb, körülbelül 0,1% alatt is, olyan 200-300 ppm. 400 ppm-et átlépte. Nem már átlépte? Elég. Rendben, akkor... Igen. Egyre több ember van a Földön, és mi is lélegzünk ki széndioxidot most is. Hogy ez hozzájárul a légkori széndioxid koncentráció növekedéséhez? Tehát az, hogy az emberiség lélekszáma, vagy népesség száma növekszik. Hát ahhoz képest, amit az iparral csinálunk, elhanyagolható a népesség. Nem elhanyagolhatónak mondhatnám, inkább eltörpül mellette, viszont mégis jelentős növekedést okoz. Tehát növekszik, amiatt, hogy az ember növekszik, természetesen több ember, több széndioxid. Köszönjük szépen, nagyon izgalmas volt és tanulságos mindaz, amit hallhattunk. Megkérem az urakat, fáradjanak a helyükre. Ez volt a mindent eldöntő kör, ez volt az utolsó, és hát... Nagyon kiegyenlített a verseny, 30-29 jelenleg az állás, Lucien javára, de mégis győztest kell hirdetnünk.
hamarosan, úgyhogy előtte a pontszámokra lennénk kíváncsiak. Hadd mondjam el előtte, hogy jó. Hirdessünk győztes, de nem lesz vesztes. Lesz győztes, és nem lesz vesztes. Ez a legjobb ebben a versenyben, mert hogy minimum második helyezés, jó? Innen induljunk el. Lucien, én neked adnék először pontot, és hát azért elég jól összefoglaltad a lítium akkumulátorok szerepét. Volt benne azért némi pontatlansága, amit elmondtál, illetve hát bizonyos dolgokra azért nem tértél ki részleteiben, de hát ezt 3 perc alatt ilyen kiélezett helyzetben ezt egyáltalán nem lehet neked felróni. Arra a kérdésre, ami ugye Miklós feltett neked, arra azért nem adtál kielégítő választ, maradjunk annyiban, úgyhogy én mindig szigorúbb szoktam lenni itt a zsűri társaimnál, úgyhogy én egy 10 pontot adnék neked erre a szereplésre. Tehát 15 pontból 10 pont Gelencsér tanár úrtól. Zagyi tanár úr. Lucien, nagyon nehéz, 3 plusz 3 plusz 3 plusz 3, 12 percben, de szerintem még fél órában is ezekről a nagyon-nagyon fontos témákról beszélni, és ennek ellenére 3 percben remekül összefoglaltál sok mindent a lítiummal kapcsolatban. Lehet, hogy én egy kicsit több kémiát is vártam volna, vagy valami kémiai hátteret ebben, de az én pontszámom 13 pont. 13. Köszönjük szépen. Viskolc tanár úr. Az ember azt hinné, hogy a lítium az egy olyan nagyon nehéz téma, az. Bár azt kevesen tudják, hogy Magyarország egyébként a lítium iparban a világ vezető hatalmai közé tartozik, jelen pillanatban Európában a 2. helyen állunk Németország mögött. Én összességében 12 pontra értékeltem a teljesítményedet. Miki pont számaira lennénk kíváncsiak? És akkor én folytatnám tovább, és a széndioxid az egy abszolút, abszolút joker téma, tehát arról rengeteget lehet beszélni. Én úgy láttam, hogy bőven föl is készültél, rengeteg információval rendelkeztél, viszont az információk között, és ezt javaslom, vagy próbálj meg egy picit gondosabb lenni az információk befogadásánál, mert néha bizonyos információk elsikkadnak. Például az, amikor úgy kezdted, hogy folyamatosan csökkenő széndioxid tendencia. Ez nem egészen így van. Összességében én 11 pontra értékellek. Köszönöm. 11 pont tehát Mikinek. Zagyi tanár úr. Nem könnyű a széndioxidról sem releváns információkat 3 percben összeszedni, sőt, még az is lehet, hogy talán nehezebb is, hiszen annyira szerteágazó, és annyi mindennel lehetne foglalkozni, 3 perc alatt akár még az is előfordulhatott volna, hogy szinte alig hallunk érdemi információkat. Én azonban nem ezt tapasztaltam, nagyon tartalmasnak találtam az előadásodat, nagyon sok mindenre kitértél, sok olyan témára, amit én kifejezetten vártam is, hogy ebben a témában ezzel kapcsolatban megjelenjen. 14 pont. Köszönöm. Az én értékelés. Köszönjük szépen, Gelencsér tanár úr. Nagyon nagy felelősség hárul rám, én vagyok az utolsó itt a sorban, és ráadásul hát ugye arról a témáról kell véleményt mondanom, amelyhez még véletlenül értek is. Levegőkémikus szemével nézve azért voltak pontatlanságok. Hogy egyet említsek, csak tanulságul, hogy ugye az emberiség ugyan lélegez ki széndioxidot, nem is keveset, körülbelül ugyanannyit, mint az autók, de egy jottányit sem járul hozzá a széndioxid koncentráció növekedéséhez, mert mi azt a széndioxidot forgatjuk, ami még 3 hónappal ezelőtt búza volt, még 3 hónappal ezelőtt meg a légkörben volt, és mi visszajuttatjuk azt a légkörbe, tehát mi sem elvenni, sem hozzáadni nem tudunk a széndioxidhoz. De azt külön értékelem, hogy te a lítium témához nagyon releváns kérdéseket és hozzászólásokat tettél, tehát hogy nagyon aktív voltál a kerekasztal beszélgetésben, és ez pluszpontot jelent az értékelésemben, én 12 pontot adok neked. 12 pont. Azt a mindenit. Nem tudom, számoltatok-e a fejetekben? Igyekeztem, nem. Számoltam. Akkor én mondom, jó? A végeredmény 66-65 Mikinek, a győztesünk Miki. Hatalmas küzdés és akarás és tudás van bennetek. Gratulálok! Fantasztikus volt, amit az elődöntőktől kezdve a középdöntőn át itt a döntőben produkáltatok. Tényleg le a kalappal.
Nagyon büszkék lehettek magatokra. Jön a díjátadó. A díjakat nem kisebb személyek adják át, mint az Emberi Erőforrások Minisztériumának első embere, professzor dr. Kásler Miklós miniszter úr, valamint az Oktatási Hivatal megbízott elnöke, Brassói Sándor úr. Üdvözlöm Önöket! Köszönjük. És akkor kezdődjék a díjátadás. Megkérem a győztest, Lovas Miklóst, hogy fáradjon ide. Miki egy gyönyörű üvegplasztikát, valamint egy oklevelet kap miniszter úrtól, amelyen a felirat az év ifjú tudósa kémia tudományákban. Csodálatos elismerés egy csodálatos versenyzőnek, egy ifjú tudósnak. Szerintem kitüntetett helye lesz majd a polcon. Gratulálunk, Miki! Gratulálok, és nagyon sok sikert kívánok! Köszönöm szépen! Köszönöm üvegplasztika. És az oklevél. Köszönöm szépen. A győztes nyereménye ezen kívül 100 felvételi pont is, melyet az Oktatási Hivatal megbízott elnöke, Brassói Sándor ad át. Akárcsak a további díjakat, a 200 000 forint értékű utazási utalványt, a 60 000 forint értékű elektronikai vásárlási utalványt, az Oktatási Hivatal ajándékcsomagját, valamint egy különleges, láthatatlan tintával íródott oklevelet. Gratulálunk! Köszönöm szépen! És fantasztikus teljesítmény. Köszönöm szépen! Sok sikert kívánok! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. A második helyezettnek járó díszoklevelet is miniszter úr nyújtja majd át. Lemaître Luciennek, akinek nyereménye, ezen kívül Fáradj ide, Lucien, 50 felvételi pont, 150 000 forint értékű utazási utalvány, 60 000 forint értékű elektronikai vásárlási utalvány, az Oktatási Hivatal ajándékcsomagja, valamint a különleges, láthatatlan tintával íródott oklevél, ezeket majd Brassói Sándortól kapod meg. És további sok sikert kívánok! Gratulálunk, Lucien! És van két bronzérmes versenyzőnk, Csonka Zétény Előd és Veres Hunor. Fáradjatok ide, kérlek titeket! Szintén díszoklevelet érdemelnek, melyet miniszter úrtól vehetnek át. Brassói Sándor elnök úrtól pedig a 25-25 felvételi pontot, valamint az egyéb ajándékokat is tartalmazó csomagokat. Ezek tartalma 100 000 forint értékű utazási utalvány, 60 000 forint értékű elektronikai vásárlási utalvány, valamint ti is kaptok egy-egy láthatatlan tintával íródott oklevelet. Gratulálok, csak így tovább. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen miniszter úrnak, elnök úrnak. Gratulálunk még egyszer a nyerteseknek, nagyon büszkék vagyunk rátok. Tényleg, lehengerlő volt, amit egy hét alatt láttunk és hallottunk tőletek, és szeretném megköszönni mindenkinek, miniszter úrnak, elnök úrnak, a zsűri valamennyi tagjának, tanárurak, csodálatos élmény volt önökkel együtt részt venni az ifjú tudósok megmérettetésében. Akik rajongóivá váltak a műsornak, azok számára jó hír, hogy hamarosan folytatjuk újabb ifjú tehetségekkel és újabb érdekes tudományágakkal. Tartsanak tehát velünk, hiszen ez az a műsor, ahol bemutatjuk a tudomány kreatív oldalát. Ez volt az ifjú tudósok, viszontlátásra, hamarosan találkozunk. Jelentkezz az ifjú tudósok következő versenysorozatára. Ha 11-12. osztályos vagy, és szívesen részt vennél egy ilyen megmérettetésen a fizika, az informatika vagy a magyar irodalom tudomány területén, akkor keresd a felhívást az Oktatási Hivatal weboldalán, az oktatás.hu-n. Mutasd meg velünk a tudomány kreatív oldalát. Légy te a következő ifjú tudós!